Idén is külön kérés nélkül elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A folyamat tehát automatikus, ami annyit jelent, hogy nincs szükség külön igénylésre, és a kedvezményekre jogosító igazolásokat sem kell beküldeni a hatósághoz. A személyi jövedelemadó bevallási tervezet a tavalyi jövedelmekről szóló kimutatás, amit az adóhivatal a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok alapján állít össze, kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, figyelembe veszi az évközben levont adóelőleget, illetve az évközben igénybe vett kedvezményeket. Ha valakinek van ügyfélkapuja vagy más KAÜ azonosítója, akkor március 15-től tudja megnézni a tervezetet a NAV honlapján az ESZIA oldalon. Akiknek viszont nincs ügyfélkapujuk, ők online módon az elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy pedig a NAV ügyfélszolgálatain, illetve a kormányablakokban tudnak pár perc alatt regisztrálni. Emellett a tervezet postázását is kérhetik az adóhivataltól március 16-áig. Erre többféle lehetőség is van. SMS-ben a 0633444304-es telefonszámon fontos az SMS felépítése. Nagybetűkkel ESZIA, szóköz, adóazonosítójel szóköz és a születési dátum év hónap nappontok nélkül. Aztán lehet még kérni a tervezett postázását a NAV honlapján elérhető webbűrlapon, az úgynevezett BEF-terv formanyomtatványon, levélben. Ez fontos, hogy a levelet ne az igazgatóság központi e-mail címére küldjék, hanem postázzák el. És lehet még kérni a tervezett postázását telefonon a 1819-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon. A tervezetet az adóhivatal május 2-áig postázza ki az igénylőknek. Fontos még, hogy az ESZIA bevallási befizetési határideje egységesen mindenki számára május 22-e. Ha valakinek volt olyan jövedelme tavaly, amiről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen például egy ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, vagy van olyan kedvezményt, amit igénybe vehetne, de évközben ugye nem érvényesített havonta, és most szeretné a bevallásban egy összegben érvényesíteni, akkor neki majd ezzel kell kiegészíteni a tervezetet, illetve módosítani, vagy pedig egy önálló 22 ESZIA bevallást kitölteni és beküldeni az adóhivatalhoz. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, papíron és online egyaránt. A lényeg, hogy az előbbiről szóló nyilatkozat legkésőbb május 22-ig megérkezzen a NAV-hoz.